ugye emlékeztek még a 90-es évekből az otthoni videózásokra? A hazai tékák polcairól még hiányzó filmeket, a kézről kézre adott, rossz minőségű, házilag barkácsolt, egyszereplős narrációval élvezhettünk végig. Akkor közre kell működnöd, rendben? Nem. Ezek voltak az alámondásos filmek. Megszereztem neked azt a porlaszót a Rolls-Royce-hozba, oké? Okay? Oké, okay, csak nekem nem Rolls-Royce-om van, hanem hajóm, már mondtam. Á, neked ne jázd az eszed. Fogadok, hogy ott dugdosol azon a hajón egy Rolls-Royce-ot leopárdbe üléssel. Na jó, legyen neked. Halljam, mennyivel jövök, aztán már is viszem. Hát az annyi, mint... Innen el nem viszel semmit. Hol voltál 1973. október 23-án szerdán délután 4 és 5 között? Csütörtök volt. Tényleg, és hogy ilyen jól emlékszel rá? A macskámnak volt a születésnapja. Na nézd, engem ne akarj átverni. Összesen 3 ember van a világon, akitől kitelik egy 72 yardos rugás. Csak azért sikerült, mert tegnap erős volt a hátszél. De nem volt tornádó. Szóval Bill Simmons kiesik. A Sing Singben van rács mögött. Archievski lerobbant, tolószékben ül. A harmadikat pedig úgy hívták, hogy Bulldozer. Hallottál már róla? Bulldozer látványosan lesétált a pályáról, miközben zajlott a meccs a Minnesota és a Philadelphia közt. Pontosan 1973. október 23-án délután 4 és 5 óra között. Pontosan. És azóta Bulldozer, mintha nem létezne. Szóval hallottál róla. Én is olvasok újságot. Tényleg? De azt nem írták meg az újságok, hogy miért vonultál vissza. Mert beijedtél, Bulldozer. Mert azon a szerdán egyszerre félni kezdtél. Féltél, hogy összetörik a gyönge csontjaidat. Tőlem azt gondolhatsz, amit csak akarsz. Én részemről... lezártam ezt a históriát. Ma már csak ez a Thompson porlasztó érdekel. Mibe kerül? Semmibe, Bulldozer. Én nem fogadok el tőled egy árva vasat se. Mert ezt a porlasztót nem kapod meg soha. És megmondjam, miért nem? Mert azon a szerdán, amikor te lesétáltál a pályáról, én az utolsó dolláramat is feltettem a te csapatodra. És hála neked, elvesztettem. Mindent nulláról kellett újra kezdenem. Tudod, mi az? Én nem tudom, honnan a pokolból kerültél most ide. De hogyha rajta múlik, hogy megszerezd ezt a porlasztót, és el tudod indítani a hajódat, hát itt rohadhatsz! Hallod? Itt rohadsz! Megszereztem neked azt a porlaszót a Rolls-Royce-hozba, oké? Okay? Oké, okay, csak nekem nem Rolls-Royce-om van, hanem hajóm, már mondtam. Neked ne jázd az eszed. Fogadok, hogy ott dugdosol azon a hajón egy Rolls-Royce-ot leopárdbörüléssel. Na jó, legyen neked. Halljam, mennyivel jövök, aztán már is viszem. Hát az annyi, mint... Innen el nem viszel semmit. Hol voltál 1973. október 23-án szerdán délután 4 és 5 között? Csütörtök volt. Tényleg, és hogy ilyen jól emlékszel rá? A macskámnak volt a születésnapja. Na nézd, engem ne akarj átverni. Összesen 3 ember van a világon, akitől kitelik egy 72 yardos rugás. Csak azért sikerült, mert tegnap erős volt a hátszél. De nem volt tornádó. Szóval Bill Simmons kiesik. A Sing Singben van rács mögött. Archievski lerobbant, tolószékben ül. A harmadikat pedig úgy hívták, hogy Bulldozer. Hallottál már róla? Bulldozer látványosan lesétált a pályáról, miközben zajlott a meccs a Minnesota és a Philadelphia közt.
Pontosan 1973. október 23-án, délután 4 és 5 óra között. Pontosan. És azóta Bulldozer, mintha nem létezne. Szóval hallottál róla? Én is olvasok újságot. Tényleg? De azt nem írták meg az újságok, hogy miért vonultál vissza. Mert beijedtél, Bulldozer. Mert azon a szerdán egyszerre félni kezdtél. Féltél, hogy összetörik a gyönge csontjaidat. Tőlem azt gondolhatsz, amit csak akarsz. Én részemről lezártam ezt a históriát. Ma már csak ez a Thompson porlasztó érdekel. Mibe kerül? Semmibe, Bulldozer. Én nem fogadok el tőled egy árva vasat se. Mert ezt a porlasztót nem kapod meg soha. És megmondjam, miért nem? Mert azon a szerdán, amikor te lesétáltál a pályáról, én az utolsó dolláramat is feltettem a te csapatodra. És hála neked, elvesztettem. Mindent nulláról kellett újra kezdenem. Tudod, mi az? Én nem tudom, honnan a pokolból kerültél most ide. De hogyha rajta múlik, hogy megszerezd ezt a porlasztót, és el tudod indítani a hajódat, hát itt rohadhatsz! Hallod? Itt rohadsz! Megszereztem neked azt a porlaszót a Rolls-Royce-hozba, oké? Okay? Oké, okay, csak nekem nem Rolls-Royce-om van, hanem hajóm, már mondtam. Á, neked ne jázd az eszed. Fogadok, hogy ott dugdosol az a hajón egy Rolls-Royce-ot leopárd bőrüléssel. Na jó, legyen neked. Halljam, mennyivel jövök, aztán már is viszel. Hát az annyi, mint... Innen el nem viszel semmit. Hol voltál 1973. október 23-án, szerdán délután 4 és 5 között? Csütörtök volt. Tényleg? És hogy ilyen jól emlékszel rá? A macskámnak volt a születésnapja. Na nézd, engem ne akarj átverni. Összesen 3 ember van a világon, akitől kitelik egy 72 yardos rugás. Csak azért sikerült, mert tegnap erős volt a hátszél. De nem volt tornádó. Szóval Bill Simmons kiesik. A Sing Singben van rács mögött. Archievski lerobbant, tolószékben ül. A harmadikat pedig úgy hívták, hogy Bulldozer. Hallottál már róla? Bulldozer látványosan lesétált a pályáról, miközben zajlott a meccs a Minnesota és a Philadelphia közt. Pontosan 1973. október 23-án, délután 4 és 5 óra között. Pontosan. És azóta Bulldozer, mintha nem létezne. Szóval hallottál róla? Én is olvasok újságot. Tényleg? De azt nem írták meg az újságok, hogy miért vonultál vissza. Mert beijedtél, Bulldozer. Mert azon a szerdán egyszerre félni kezdtél. Féltél, hogy összetörik a gyönge csontjaidat. Tőlem azt gondolhatsz, amit csak akarsz. Én részemről... lezártam ezt a históriát. Ma már csak ez a Thompson porlasztó érdekel. Mibe kerül? Semmibe, Bulldozer. Én nem fogadok el tőled egy árva vasat se. Mert ezt a porlasztót nem kapod meg soha. És megmondjam, miért nem? Mert azon a szerdán, amikor te lesétáltál a pályáról, én az utolsó dolláramat is feltettem a te csapatodra. És hála neked, elvesztettem. Mindent nulláról kellett újra kezdenem. Tudod, mi az? Én nem tudom, honnan a pokolból kerültél most ide. De hogyha rajta múlik, hogy megszerezd ezt a porlasztót, és el tudod indítani a hajódat, hát itt rohadhatsz! Hallod? Itt rohadsz! Megszereztem neked azt a porlaszót a Rolls-Royce-hozba, oké? Okay? Oké, okay, csak nekem nem Rolls-Royce-om van, hanem hajóm, már mondtam. Neked ne jázd az eszed.
Fogadok, hogy ott dugdosol az a hajón egy Rolls-Royce-ot leopárd bőrüléssel. Na jó, legyen neked. Halljam, mennyivel jövök, aztán már is viszem. Hát az annyi, mint... Innen el nem viszel semmit. Hol voltál 1973. október 23-án szerdán délután 4 és 5 között? Csütörtök volt. Tényleg, és hogy ilyen jól emlékszel rá? A macskámnak volt a születésnapja. Na nézd, engem ne akarj átverni. Összesen 3 ember van a világon, akitől kitelik egy 72 yardos rugás. Csak azért sikerült, mert tegnap erős volt a hátszél. De nem volt tornádó. Szóval Bill Simmons kiesik. A Sing Singben van rács mögött. Archajewski lerobbant, tolószékben ül. A harmadikat pedig úgy hívták, hogy Bulldozer. Hallottál már róla? Bulldozer látványosan lesétált a pályáról, miközben zajlott a meccs a Minnesota és a Philadelphia közt. Pontosan 1973. október 23-án délután 4 és 5 óra között. Pontosan. És azóta Bulldozer, mintha nem létezne. Szóval hallottál róla? Én is olvasok újságot. Tényleg? De azt nem írták meg az újságok, hogy miért vonultál vissza. Mert beijedtél, Bulldozer. Mert azon a szerdán egyszerre félni kezdtél. Féltél, hogy összetörik a gyönge csontjaidat. Tőlem azt gondolhatsz, amit csak akarsz. Én részemről lezártam ezt a históriát. Ma már csak ez a Thompson porlasztó érdekel. Mibe kerül? Semmibe, Bulldozer. Én nem fogadok el tőled egy árva vasat se. Mert ezt a porlasztót nem kapod meg soha. És megmondjam, miért nem? Mert azon a szerdán, amikor te lesétáltál a pályáról, én az utolsó dolláramat is feltettem a te csapatodra. És hála neked, elvesztettem. Mindent nulláról kellett újra kezdenem. Tudod, mi az? Én nem tudom, honnan a pokolból kerültél most ide. De hogyha rajtam múlik, hogy megszerezd ezt a porlasztót, és el tudod indítani a hajódat, hát itt rohadhatsz! Hallod? Itt rohadsz! Megszereztem neked azt a porlaszót a Rolls-Royce-odba, oké? Okay? Oké, okay, csak nekem nem Rolls-Royce-om van, hanem hajóm, már mondtam. Neked ne jázd az eszed. Fogadok, hogy ott dugdosol azon a hajón egy Rolls-Royce-ot leopárd bőrüléssel. Na jó, legyen neked. Halljam, mennyivel jövök, aztán már is viszel. Hát az annyi, mint... Innen el nem viszel semmit. Hol voltál 1973. október 23-án szerdán délután 4 és 5 között? Csütörtök volt. Tényleg? És hogy ilyen jól emlékszel rá? A macskámnak volt a születésnapja. Na nézd, engem ne akarj átverni. Összesen 3 ember van a világon, akitől kitelik egy 72 yardos rugás. Csak azért sikerült, mert tegnap erős volt a hátszél. De nem volt tornádó. Szóval Bill Simmons kiesik. A Sing Singben van rács mögött. Archajewski lerobbant, tolószékben ül. A harmadikat pedig úgy hívták, hogy Bulldozer. Hallottál már róla? Bulldozer látványosan lesétált a pályáról, miközben zajlott a meccs a Minnesota és a Philadelphia közt. Pontosan 1973. október 23-án délután 4 és 5 óra között. Pontosan. És azóta Bulldozer, mintha nem létezne. Szóval hallottál róla? Én is olvasok újságot. Tényleg? De azt nem írták meg az újságok, hogy miért vonultál vissza. Mert beijedtél, Bulldozer. Mert azon a szerdán egyszerre félni kezdtél. Féltél, hogy összetörik a gyönge csontjaidat. Tőlem azt gondolhatsz, amit csak akarsz. Én részemről lezártam ezt a históriát. Ma már csak ez a Thompson porlasztó érdekel.
Mibe kerül? Semmibe, bulldozer. Én nem fogadok el tőled egy árva vasat se. Mert ezt a porlasztót nem kapod meg soha. És megmondjam, miért nem? Mert azon a szerdán, amikor te lesétáltál a pályáról, én az utolsó dolláramat is feltettem a te csapatodra. És hála neked, elvesztettem. Mindent nulláról kellett újra kezdenem. Tudod, mi az? Én nem tudom, honnan a pokolból kerültél most ide. De hogyha rajta múlik, hogy megszerezd ezt a porlasztót, és el tudod indítani a hajódat, hát itt rohadhatsz! Hallod? Itt rohadsz! Yeah.